Fedezze fel Győr legújabb wellness szállodáját. Csendes, nyugodt környezetben, tágas és kényelmes szobákkal, ízletes és bőséges ételekkel várja vendégeit a Gyirmót Sport és Wellness Hotel. Bronzmecsnek is beillő mérkőzés a labdarúgó MB2 34. fordulójában. A fehérmezes Ajka a találkozó előtt a harmadik helyen áll, viszont mindössze kettő ponttal mögötte a vendég Gyirmót. Az első lehetőség mindjárt a hazaiak előtt a harmadik percben jobb oldalon az akció. Sikerül is beadni középen, pedig érkezett sejben. Rusák pedig hatalmas bravúrral kitolja a tartó labdát. A védés után pedig természetesen jön a szöglet, ez már a negyedik perc csavarodik befelé sejben labdája, rusák öklőzni tud, de éppen Zsolnai elé, a lövésbe viszont Szegi pont bele tudott lépni. Akaratosabban, agresszívabban kezdte a mérkőzést, tehát az ajka és labdát tudnak szerezni, a középpályán szarka cselezi ki a védőjét, majd 12 méterről kapura tudott lőni, rusák ezúttal is hatalmas bravúrt mutatott be, a kipattanóból pedig már nem lett veszély a kapu előtt. Aztán az első gyirmúti lehetőség a 24. percben. Megyes kap egészen szenzációs labdát, egy kicsit még cselezget a 16-oson belül, aztán éles szögből középre lövi a labdát. Érkezik is Soltész a hosszún, de elkésik így, nem tud az üres kapuba lőni. Újra támad az ajka, egészen pontosan a korábban gyirmóton játszó Vogyicska cselezi le magát. Egészen a 16-osig lőni is tud, Rusák viszont hárítja a próbálkozást. Három perccel a vége előtt, legalábbis ami az első fél időt illeti, már a vendégkapus is tehetetlen volt, mert hogy Doncsec vezette le az alapvonalig a labdát, középre is tudott passzolni Zsolnaihoz, aki nagyon-nagyon egyedül maradt a 16-oson belül, és a kapu jobb oldalába hatalmas gólt ragasztott. Hatalmas területe és rengeteg ideje maradt Zsolnainak, ki is tudta használni szép góllal vezet az Ajka a mérkőzés 42. percében. Jobban kezdte egyébként a második félidőt a gyirmód, de az igazán komoly lehetőségre az 57. percig kellett várni, amikor is madarász kapott jó labdát, be is cselezi magát a 16-oson belülre, lövése azonban fölé száll. Aztán a 67. perc szöglet, és majdnem öngollal egyenlít a gyírmót. Jagodics csúsztatta a saját kapuja felé a labdát, azonban a hazai kapufa ezúttal kisegítette. Ez már a 83. perc eseménye, közeledik tehát a mérkőzés vége. Gál robog el a bal oldalon, és teszi középre, ahol érkezik Szarka. Rusák viszont tökéletes ütemben lép ki, így a támadó már nem tudta a kapu felé irányítani a labdát. A hosszabbításban egyébként mindent egy lapra feltéve támadott a gyirmót, ennek az eredménye viszont az lett, hogy egy labdaszerzés után létszámfölényben kontrázhattak a hazaiak, ezt az akciót végül Doncsec fejezte be, az ajkai a középpályása, viszont a kapu mellé lőtt. és ez volt a mérkőzés utolsó említést érdemlő eredménye, egy nullás győzelmével az ajka, egy lépéssel közelebb került a bajnoki bronzéremhez, viszont továbbra is hátra van négy mérkőzés a bajnokságból, ami alatt akár le is dolgozhatja ezt a hátrányt a gyirmót. Kérjük, ha megteheted, támogasd adót 1%-ával a gyirmót ese utánpótlás nevelését. Adószámunkat megtalálod a klub hivatalos honlapján is. A Gyirmót TV videói a Gyirmót Sport és Wellness Hotel támogatásával készülnek.